megállítjuk az autót. Fegyverek ropogása, új fehér tón, látványos bemutatóval szórakoztatták a fiatalokat a honvédek a Honvédelmi Sportközpont szomszédságában. Idén is lehetőség nyílt arra, hogy a gyermekek itt táborozzanak. A harmadik turnus résztvevői Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke is meglátogatta. Azzal a céllal hoztuk létre 2017-ben a Honvédelmi Sportszövetséget, hogy segítsen abban a nevelési folyamatban, hogy a fiataljainkat haza szeretetre neveljük. Ez a legfontosabb dolog, hiszen ha belülről jövő érzés kialakul a szívünkben egy olyan törvény, amely a hazát védelmező törvény, és hogyha baj van, bármilyen veszély, bármilyen támadás éri hazánkat, akkor lesznek mindig olyan fiatalok, akik egyébként odaállnak és megvédik azt az értéket, amit a szüleink, nagyszüleink, őseink létrehoztak itt a Kárpát-medencében. Tehát a nevelési szerepkör a legfontosabb, és nyilván a neveléshez párosul olyan tartalmi, technikai tudás, amely a honvédelmi sportokon keresztül valósulhat meg. Tehát alapvetően lövészet, küzdősportok, technikai sportoknak a fölkarolása és a honvédelmi sportközpontok kiépítése, egy országos hálózattá való fejlesztése, és ezek olyan központokká tudnak válni, amelyek egyrészt védelmi bástyaként működnek, másrészt pedig nevelési célt is meg tudják valósítani, amiről az előbb beszéltem. Simicskó István hozzátette, az országban jelenleg 5 honvédelmi sportközpont működik a Honvédelmi Sportszövetség működtetésében. A központok szakembereinek feladata, hogy szigorú szabályrendszerben alkalmazva képezzék a fiatalokat az egész év során. A köszöntőn részt vett Sima Miklós országgyűlési képviselő is, aki mondandójában kiemelte, hiánypótló a térségben az ilyen irányú táboroztatás. Véleményem szerint a hazaszeretet ízének a megízlelése az nem korhoz kötött. Ők a katonáskodást, az embertársainkra való vigyázást, ugye a rendőrök, katasztrófavédők teszik, ezt testközelből ismerhetik meg itt, hiszen a táborba nap mint nap különböző szakterületek képviselői érkeznek, és a gyerekek nagy érdeklődést mutatnak. Tehát a szolgálat ízének a megismertetése szerintem nagyon fontos. És ezért hiánypótló kezdeményezés itt a választókerületben, amit szeretnénk szélesíteni és meghonosítani. Ez a honvédelmi sporttábor. A fiatalok mind az 5 helyszínen napközi jelleggel tartózkodnak a táborban, ahol élményközpontú oktatásban vesznek részt. Kadétok bevonásával ismerik meg többek között a lövészet, az íjászat és a küzdősportok alapjait is. Magyar Honvédség sportszázadával is szoros kapcsolatban állunk, ahol különböző katonasportolókat, olimpikonokat is próbálunk minél többször elhívni ezekre a rendezvényekre. Egy ilyen példamutatásként, hogy erre is lehetőség van az élsport mellett, hogy a katonai hivatást is válasszák párhuzamosan, nagyon szeretik. Itt nyilván nekünk a fő célunk a tömegbázis elérése, szóval nem az élsportra koncentrálunk, de hogyha ott látunk ügyes gyerekeket, már volt például sportlövészetben, légfegyveres lövészetben, őket próbáljuk orientálni ilyen nagyobb klubokba, ahol ezt tovább hűzhetik. A Sportszövetség jóvoltából a gyerekek az általánosnál kedvező báron táborozhattak. Sikerét pedig jól mutatja, hogy a tavalyi év élményeinek köszönhetően sokan második alkalommal tértek vissza az egyhetes tematikus nyaralásra.